diákok lepték el a Kőrös mezei hegyeket, túrázni indulnak. Rögtönzött történelem órát tartanak autentikus helyszínen. Európában az egyetlen olyan védelmi rendszer, amit ellenség áttörni nem tudott. Ellenség nem tudta áttörni, de hogy a szovjetek mégis hogyan jutottak be az országba, az majd egy kicsit később kiderül. A történelmi áttekintést és a méltatlanul elfeledett Árpád vonal megismerését kezdjük a legelején. Segítségünkre a mai túra idegenvezetője Bíró András lesz. Az Árpád vonal a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere volt a II. Világháborúban. A szovjetekkel szemben egyébként három védelmi vonalat építettek ki. A Kárpátok előhegyei között a Hunyadi állást, a határon elkezdett, de soha ki nem épített Szent László állást, és a magyar határ felé futó völgyekben épített Árpád vonalat. Egy 700 kilométeres védelmi rendszerről van szó, amit völgyzárak rendszerének is nevezhetnénk, hiszen az ilyen vasbeton szerkezetű bunkerek, mint amilyen itt is van mellettünk, ezek végig a völgyekben találhatóak meg. A gerinceken vagy a nagyobb csúcsokon ilyen bunkereket nem építettek, hiszen a nagyobb csapattestek, az ellenséges csapattestek nem tudtak keresztül haladni ezeken. A védelmi vonal kiötlője Hárosi Teofil, hadiműszaki mérnökkari ezredes volt. Ha belenézünk, akkor nagyon jól lehet látni azt, hogy hogyan is épültek meg ezek a bunkerek. Láthatjuk azt, hogy milyen a fal vastagság, itt egy 1 méter vastag, vasbeton szerkezetű bunkerről beszélünk, ugye nézzük meg, hogy milyen vasak vannak benne a mai napig, csak egy felületi rozsdálása van a fémnek, illetve azt látjuk, hogy először megöntöttek egy alapot, majd pedig rá egy boltívet, körülbelül 1 cm vastag boltívet helyeztek rá, és így öntötték meg a felső részét. A bunkerek nem csak védekezésre, hanem támadásra is szolgáltak. A kőrösmezei harcok során 22 magyar katona vesztette életét, és több mint 2000 szovjet. Ez is jól példázza a rendszer hatékonyságát. De akkor hogyan juthattak be mégis az oroszok? A válasz egyszerű. Amikor Románia átállt, egész egyszerűen a Vörös Hadsereg megkerülte a védelmi vonalat. Az Árpád vonal ma már csak turisztikai célokat szolgál, és ha már a turizmusnál tartunk, térjünk is vissza a diák csoportunkhoz. Szemben van velünk a Fagyalos-hegység Ikerhavas, tehát ez a gerinc, amit láthattok, 1880 méter. A diákok a Péterfalvi Református Líceumból érkeztek megcsodálni a Kárpátok nyújtotta varázslatos látványt, és magukba szívni a mai napig élő történelmet. Egy református líceum, egy házi intézmény. A református egyház üzemelteti, tartja fenn, és a gyerekek 8. osztálytól járnak oda, egész érettségiző év végéig, tehát nálunk 11. osztályig. Többnyire végzős diákok érkeztek. Mindenki nagyon készült rá, és szereti, hogyha a környezetbe, illetve abba azon a helyen, ahol élnek, egy kicsit tágabb lesz a látókörük. Seres János szerint amellett, hogy gyönyörű tájakon járnak, még inkább fontos, hogy a gyerekekben erősödik a megmaradás érzés és a magyarság tudat. Nem csak a táj, persze az is nagyon szép, de az, hogy folyamatosan tanul valamit arról, ami tulajdonképpen az ősi, illetve a régi magyarságot valahol előhozza, és tudni kell azt, hogy magyarnak született, és hogy mi az, amit tovább kell vinnie. Az ide látogató diákoknak hatalmas élmény test közelből látni, amit eddig csak tankönyvekből tanultak. Amikor elindultunk otthonnan, nagyon izgatottak voltunk, mert gondoltuk, hogy ilyen gyönyörű helyekre el fognak bennünket hozni, és a túravezetőnk András is olyan történelmi dolgokat mesélt el, amiket még nem igazán tudtunk ilyen pontosan, és nagyon hálásak vagyunk ezért mindannyian a diákok nevében is hálát lehet mondani, mert olyan történelmi múltunk és értékeink vannak, amiket nekünk kell továbbadnunk. Az Árpád vonal egy érték a sok közül, amelyre érdemes büszkének lenni Kárpátalján. Aki teheti, mindenképp látogasson el Kőrösmezőre, és csodálja meg a történelem egy szeletét.